Alice a feledékenység erdejébe járva leggyakrabban azt felejtette el, hogy milyen nap van. Az oroszlán és az egér is gyakran látogatták a feledékenység erdejét, ahol összetalálkoztak Alice-zal. Az oroszlán minden hétfőn, kedden és szerdán hazudik, a hét többi napján igazat mond. Az egér csütörtökön, pénteken és szombaton hazudik, a hét többi napján igazat mond. Egyik alkalommal, amikor találkoztak az erdőbe, az oroszlán és az egér egy fa alatt pihentek, és a következőket mondták Alice-nak. Az oroszlán azt mondta, hogy tegnap hazudós napom volt. Az egérke is megjegyezte, hogy tegnap nekem is hazudós napom volt. Ebből a két kijelentésből Alice megállapította, hogy milyen nap volt. Mit állapított meg Alice? Alice készített egy táblázatot a noteszében, amelybe feltüntette, hogy milyen napokon hazudoznak, és milyen napokon mondanak igazat az állatok. Alice tudta, hogy az oroszlán hétfőn, mivel azon a napon hazudós napja van, le fogja tagadni, hogy vasárnap igazat szokott mondani, ezért azt kell mondania, hogy tegnap hazudtam. Kedden persze ismét lódítós napja van az oroszlánnak, ezért azt hazudja, hogy tegnap igazat mondtam. Mivel szerdán is hazudós napja van az oroszlánnak, így módon az a válasza, hogy tegnap igazat mondtam. Csütörtökön az igazságnak megfelelően bevallja, hogy tegnap hazudtam. Pénteken igazmondó kedvében elárulja, hogy csütörtökön igazat kell mondania. Szombaton, mivel igazságkedvelő napja van, ezért azt a választ adja, hogy tegnap igazat mondtam. Vasárnap is ez a helyzet, ezen a napon is azt mondja, hogy tegnap igazat mondtam. Na és az egérke, neki vajon mik lehetnek a válaszai? Alice ezt is elkezdte kidolgozni a jegyzettömbjébe. Hétfőn az egér igazat szokott mondani, ezért nem tehet más, mint közli, hogy vasárnap, azaz tegnap igazat mondtam. Mivel kedden és szerdán is igazat kell mondani az egérkének, így módon ezeken a napokon is az a válasza, hogy tegnap igazat mondtam. Csütörtökön azt hazudja, hogy tegnap hazudtam, pénteken azt hüllenti, hogy tegnap igazat mondtam, szombaton is ezzel a hazugsággal jön elő, következésképpen azt cincogja, hogy tegnap igazat mondtam. Ellenben vasárnap bevallja, hogy tegnap hazudtam. Alice összevetette a táblázatának az oszlopait, és megállapította, hogy egyedül csütörtökön mondhatja mindkét állat, hogy tegnap hazudtam. Ezért, bár ebben az erdőben el szokta felejteni, hogy milyen nap van, a logikát segítségül hívva megtörte a feledékenység varázsát.